elkezdődött az influenza járvány. Pár nap alatt több mint kétharmadával nőtt a vírus általi megbetegedések száma. Milliárdos támogatás, összesen 5,8 milliárd forint támogatásra pályázhatnak a házi orvosi praxisok és praxis közösségek. Digitális felzárkóztatás, a Minden Gyermek Lakjon Jól Alapítvány kezdeményezésének célja, hogy a leghátrányosabb helyzetű települések lakói digitálisan felzárkózzanak. Megkezdődött az influenza járvány az országban. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Pár nap alatt több mint kétharmadával nőtt a vírus általi megbetegedések száma. Elsősorban a gyermekek és az idősek, valamint a krónikus betegek a legveszélyeztetettebbek, de egy egészséges felnőttnél is súlyos szövődményekkel járhat az influenza. Az orvosok szerint még nem késő beadatni a védőoltást, de arra is figyelmeztetnek, hogy még a védettség megszerzése előtt kialakulhat a betegség. Hétfőn rendeltek el részleges látogatási tilalmat az egyre növekvő influenzás megbetegedések miatt a Nyíregyházi József András Oktatókórházban. Az influenza járvány terjedésével az ország egyre több kórházában cselekedtek hasonlóan. A Nemzeti Népegészségügyi Központ múlt szerdán közölt heti összesítőjéből az derül ki, hogy megkezdődött az influenza járvány az országban. Az adatok szerint a január 7-e és 13-a közötti időszakban 19.300 ember, az előző hetinél 75,6%-kal több fordult panaszaival orvoshoz. A betegek több mint 40%-a fiatal felnőtt, kevesebb, mint ötödük gyerek, és kicsivel több mint 10%-uk pedig 60 év feletti. A laboratóriumi vizsgálatok szerint elsősorban az influenza A vírusa felelős a megbetegedésekért. A tipikus tünetek ugye úgy néznek ki, hogy általában magas lázzal, fejfájással, izomizületi fájdalmakkal, esetleg ugye ilyen felső légúti hurutos panaszokkal jár maga a fertőzés. Különösen a krónikus betegeknél fontos a védettség, náluk nem is elsősorban az influenza okozhat nagy problémát, inkább az, hogy a vírus által kiváltott megbetegedés miatt súlyosabbá válhat az alapbetegségük. A gyerekeknél és az időseknél is javasolt mindenképpen a védőoltás, de egy teljesen egészséges felnőtt szervezetben is kiválthat az influenza súlyos szövődményeket. Akinek még nincsen panasza, nem kapta el a fertőzést, annak mindenképpen érdemes még beadatni a védőoltást. Ugye hát most vagyunk még a járvány elején, tehát azért még van esély arra, hogy a védőoltás valamennyi védelmet tud biztosítani. Úgyhogy én mindenképpen javaslom, hogy keressék fel a házi orvosukat azok, akik még eddig a védőoltást nem vették volna fel. Dr. Kis Csaba azt is kiemelte, a védőoltás mellett fontos az alapvető higién és szabályok betartása is, illetve a változatos táplálkozással és megfelelő vitaminbevitellel, valamint a rendszeres testmozgással is sokat tehetünk az immunrendszer erősítése és az influenzás megbetegedés elkerülése érdekében. Akár 90 millió forintos támogatást is kaphat egy-egy praxis közösség a három generációval az egészségért elnevezésű programnak köszönhetően. Az 5,8 milliárd forintos keretösszegű lehetőség olyan praxis közösségeknek szól, amelyet legalább 5 házi orvos alkot. A program elsődleges célja, hogy a népbetegségek okát felmérje és megelőzze, hazánkban ilyen például az elhízás, a cukorbetegség és a tüdőrák. Három generációval az egészségért néven nyílt új támogatási lehetőség, mivel az unoka, a szülő és a nagyszülő is érintett lehet a programban. A pályázat megcélozza a gyermek és felnőtt praxisokat, valamint a vegyes ellátást biztosító körzeteket is. A célok között szerepel a népegészségügyi feladatok hatékonyabb ellátása és a prevenció is. Növelni szeretnék az egészségben eltöltött évek számát, valamint felmérni a szív- és érrendszeri, a daganatos megbetegedések rizikófaktorainak és a gyermekek egészségi állapotát befolyásoló tényezőit. Korábban volt az úgynevezett svájci modell, aminek a tovább gondolása volt a múlt évben kihirdetett praxis közösségi pályázatok, amelyek elég sok kötöttséget tartalmaztak, és az én tudomásom szerint a megyében sem nagyon sikerült elindulni senkinek sem ezen a praxis közösségi pályázaton, nagyon nehéz volt összerakni az elemeket. Finanszírozási probléma ma volt vele, illetve elég sok kötöttséget tartalmazott. És elég hamar zárásra is kerültek ezek a pályázati lehetőségek, és vártuk jó ideje,
hogy esetleg újra nyílnak ezek a lehetőségek, hiszen számos kollega van, aki szívesen vállalkozik a mindennapi ellátás mellett többletfeladatok ellátására is, amennyiben arra lehetőség van. Most az év elején került kiírásra ez az új program. Ez picit a praxis közösségi pályázatoknak, pályázatok mintájára, csak azoknak talán a kötöttségeit egy kicsit kevésbé magánviselve. Az elhízás, a cukorbetegség, a tüdőrák mind népbetegségnek számít hazánkban is. A programnak köszönhetően ezek szűrésére és megelőzésére is nagy hangsúlyt fektetnek majd. Praxis közösségeket bármelyik házi orvos alakíthat, annyi a kötöttség, hogy legalább 5 házi orvosnak konzorciumban kell együtt dolgozni. Ez lehet vegyesen felnőtt és gyermekpraxis is. A program 5,8 milliárd forintos forrásból gazdálkodik, egy-egy közösség pedig akár 50 és 90 millió forint közötti támogatást is kaphat. Sok mindenre ad lehetőséget az eszközbeszerzés, tehát a szűrővizsgálatok segítését segítő eszközök beszerzésén túl, edukáció, szakemberek, praxisban nem dolgozó egészségügyi szakemberek, dietetikus, gyógytornász, egyéb más egészségügyi szakembereknek a bevonása, pszichológus bevonása, mint ahogy a korábbi praxis közösségi pályázatokban is benne volt. Igazából ebben egy picit nagyobb szabadságot ad a jelenlegi pályázat, mint a korábbi praxis közösségi pályázatok, legalábbis az első olvasatra számomra ez így jött le. Ezen lehetőségeken belül maga a praxis közösség, vagy hát konzorcium, a háziorvosoknak a szakmai közössége határozza meg azt, hogy milyen célokra allokálja ezt a rendelkezésre álló forrást. A korábbi előírásokhoz képest most az önkormányzatokkal sem kötelező együttműködni az orvosoknak, illetve az egészségfejlesztési irodák tapasztalatai is segíthetik a praxis közösségek pályázatát. Ami problémát okozhat, hogy az orvosok és az egészségügyi szakemberek száma is egyre csökken, ahogy a megyeszékhelytől távolodunk. Jelenleg Szabolcs-Bereg megyében 20 betöltetlen praxis van, javarészt a Beregben. A Minden Gyermek Lakjon Jól Alapítvány kezdeményezésének célja, hogy a leghátrányosabb helyzetű települések lakói digitálisan felzárkózzanak a szerencsésebb körülmények között élőkhöz. Ehhez olyan digitális eszközöket kapnak az oktatási intézmények, mint a 3D nyomtató, drón vagy a játékos angol tanulást is lehetővé tévő robot. Ezek mellett pedig laptopokat és tableteket adnak a gyerekeknek, amelyeket hazavihetnek és otthon szabad idejükben is gyakorolhatnak rajtuk. Szingapúri mintára több mint egy évvel ezelőtt indított el a Minden Gyermek Lakjon Jól Alapítvány a digitális felzárkóztatást 6 pilot iskolában. Ezeket olyan LHH-s településekről választották ki, ahol a legnagyobb mértékben koncentrálódott a leszakadás, a nyomor és a munkanélküliség. Nem felzárkóztatni kell, hanem a legújabb tudást, amivel hosszú távon is lesz, tehát a robotizált munkahelyek elvégzéséhez szükséges tudást, amihez először csak készséget kell minél kisebb korban elsajátítani, ez a szingapúri példa, azt a leghátrányosabb helyzetűeknek kell adni, hogy azok ugorjanak előre. Úgyhogy ez itt indult el. Az iskola kapott egy drónt, egy 3D-s nyomtatót és egy játékos angol tanulást is segítő robotot. A kisebbek egy-egy táblagéppel gazdagodtak, amelyet haza is vihetnek, míg a felső szakkörösök saját laptopon gyakorolhatnak, akár szabad idejükben is. Fontos ez számukra, mert ebben a világban a digitális információ gyakorlatilag az ő felnőtté válásuk egyik meghatározója, a digitális világban élünk, és elengedhetetlen, hogy ezek a gyerekek olyan képességekkel legyenek felruházva, amelyek képességek kialakulásához vagy elmélyítéséhez ezek az eszközök segítenek. Ugyanilyen fontos a nyírmadai iskolásoknak is a lehetőségek bővítése. A Patai István Általános Iskolában jelenleg több mint 500 diák tanul. Már tanulnak informatikából azért évek óta, és már LEGO eszközökkel az első osztályosok is ismerkednek, sőt elmondhatom, hogy nagyon-nagyon ügyesen bánnak, de ezek az eszközök azért még szélesebb körben tudják majd az ő kompetenciáikat fejleszteni. Tehát biztos vagyok benne, hogy magabiztosabban, bátrabban fognak majd ezek után mindenféle digitális eszközhöz nyúlni, bár kétségtelen, hogy ebben ők eddig is ügyesek voltak.
Ugyanebben a programban vesz részt a Porcsalmai és az Ófehértói Általános Iskola is. Ők január 28-án kapják meg a digitális felzárkózás segítő eszközöket. Elsőfokú figyelmeztetést adtak ki több megyére a havazás miatt, köztük Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére is. Az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai szerint akár 10 cm-nyi hóréteg is kialakulhat a Nagykanizsa-Nyíregyháza vonalon. A Magyar Közút 12 órás váltott műszakokban minden rendelkezésére álló emberi és gépi erőforrásával a hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákon dolgozik majd, de a folyamatos havazás idején időszakosan téliesebb útviszonyokra és lassabb haladásra kell készülniük az autósoknak. A munkákat ütemezetten először az autópályákon, autóutakon és főutakon, majd a településeket összekötő mellékutakon, végül az alacsony forgalmú bekötő utakon végzik. A szakemberek arra kérik az autósokat, hogy csak a téli közlekedésre alkalmas abroncsokkal és megfelelően felkészített gépjárművekkel induljanak útnak. Megnyílt a Jégkorszak címet viselő vándor kiállítás a József András Múzeumban. A Magyar Természettudományi Múzeum tárlata kiegészült a Nyíregyházi Múzeum saját leleteivel, így teljes körűen bemutatható a Föld történelmének egyik legjelentősebb időszaka. A látványos természettudományi kiállítás március 31-ig látogatható. Kardfogú tigris, vagy éppen egy kis mamut. Csak néhány látványosság a József András Múzeum legújabb kiállításából. A Magyar Természettudományi Múzeum Jégkorszak című vándorkiállítását már több mint 10 helyszínen bemutatták, és most megérkezett Nyíregyházára is. Az ilyen kiállítások kellenek Nyíregyházára, mert azt gondolom, hogy széles tömegeket tudnak megmozdítani, de hogy tavaly is kb. 65 ezer látogatója volt csak a József András Múzeumnak, ami a múzeum történetének csúcsát jelentette. Kellenek ezek az emberekhez közelebb álló kiállítások, amelyek a gyerekeket és a felnőtteket is ugyanúgy megikletik. Láthatják a hatalmas csontokat, a kitömött állatokat, egyébként pedig filmeken keresztül nagyon sokan ismeretet szerezhet, amelyek azt gondolom nagyon érdekesek. Jégkorszaknak azokat a több millió évig tartó időszakokat nevezzük, amikor bolygónk felszínének egy részét nagyobb, összefüggő jégtakaró borítja. A Föld 4,5 milliárd éves történetében több ilyen időszak is volt. Az egykori jégkorszakok földtani nyomai azonban ma is megtalálhatóak. Ezekre is szeretné felhívni a figyelmet a Jégkorszak című kiállítás. 2,5 hónapig lesz a József András Múzeumban látható, egészen március 31-ig. Regisztrációhoz kötöttük ezt a kiállítást is, azért, hogy nyomon tudjuk követni és segíteni tudjuk, akik ide látogatnak, és irányítani tudjuk őket, hogy ne legyen torlódás. Természetesen úgy szabtuk meg a regisztrációs fő számot, hogy bárki, aki itt jár a múzeum környékén, vagy céltudatosan el szeretne jönni, akkor természetesen regisztráció nélkül is be tud jönni. Úgyhogy várjuk szeretettel a fiatalokat, múzeumpedagógiai foglalkozásokat szerveztünk, szervezünk külön előadásokat a felnőtteknek, 3 nagyon témához kapcsolódó előadás is lesz, és hétvégeken külön családi napokat is fogunk szervezni, ami kapcsolódik a Jégkorszak című kiállításhoz. A kiállításról és a Föld történelmének egyik legjelentősebb időszakáról, a jégkorszakról bővebb beszélgetést hallhatnak a péntek esti Weekend című műsorunkban. Hagyományteremtő céllal rendezi meg idén a Mustárház a Városi Ifjúsági Bált. Közel 100 nyíregyházi középiskolást várnak a bárra, amelynek témája a velencei karnevál lesz. A rendezvényt szombaton tartják a Hotel Koronában, ahol a Szív Tiprol zenekar szolgáltatja a talpalávalót, de lesz bűvész bemutató is, alkoholt viszont senki sem fogyaszt majd. Évekkel ezelőtt elkezdett megfogalmazódni és körvonalazódni az ötlet, hogy egy hagyományos bált szervezzen a fiataloknak a Mustárház és Nyíregyháza önkormányzata. Idén megvalósult az elképzelés. Nyíregyháza középiskolásait hívták meg az eseményre, 100 főre limitálva a férőhelyeket. A létszám pedig néhány nap alatt betelt. Jó pár éve elkezdtünk egy ilyen ifjúsági munkát, létrehoztuk az ifjúsági kerekasztalt, ugye a Mustárház, amelyet az önkormányzat támogat minden évben 5 millió forinttal, ők szervezik a diákpolgármesteri irodát, a diákpolgármesteri választást. Jó pár év van már Veribabató, amely azt gondolom, hogy szépen kiforrotta magát,
és remélem, hogy egy ilyen bál, amely az ifjú hölgyeket és urakat is remélem, hogy nagyon érdekel, ad egyfajta olyan pluszt nekik, ami új barátokat hoz, új közösségi teret, új élményt nyújt. A bálban természetesen jár vacsora, sütemény és üdítő is a fiataloknak, alkoholt azonban nem lehet majd fogyasztani. Mi úgy gondoltuk a Mustárházzal és a diákpolgármesterével karöltve, hogy ez a programnak alkoholmentesnek kell lennie azért, hogy meg tudjuk mutatni a fiataloknak, hogy kultúráltan is tudjuk jól érezni mi magunkat. Manapság így a fiatalok el vannak egy picit szálva maguktól, és én azt veszem észre, hogy ha én elmegyek bárhova szórakozni, mindenhol részek fiatalokat látok, és vannak olyanok is, sőt, sok olyan ember van, aki nem töltötte be még a 18. életévét, és annak ellenére is alkoholt fogyasztanak szülő tudta nélkül. És mi megbeszéltük ezt, hogy ezt most megcsináljuk ezt a rendezvényt alkoholmentes tilalommal, hogy ne legyen alkohol a programon. Szerintem anélkül is nagyon jó lesz, reméljük jó visszajelzéseket fogunk majd kapni. A bál témája a velencei karnevál, ennek tükrében készült el az esemény meghívója is. A programok megnyitóval kezdődnek, majd a diák alpolgármester nyitó tánca, egy bécsi keringő következik. Az est folyamán fellép a Szívtipról együttes, egy koreai popzenekar, és bűvész is szórakoztatja majd a fiatalokat. A rendezvényt Tombola sorsolás zárja. Érkeztek felajánlások az önkormányzat részéről is, nagyon szép csomagot fognak kapni azok, akik megnyerik ezeket a az ajándékcsomagokat. Pont tegnap vettük át, tehát 3 ilyen hatalmas ajándékcsomagunk van például, de természetesen fürdőbelépő, állatkert belépő. A Városi Ifjúsági Bált január 26-án szombaton rendezik meg 19 órától a Hotel Koronában. A francia Mulhouse csapatát fogadja szerdán a női röplabda CEF kupa 8-at döntőjének visszavágóján a Fátum Nyíregyháza. A mérkőzés 18 órakor kezdődik a Continental Arénában. A hazai bajnokság és a magyar kupa mellett még a CEF kupában is versenyben van a Fátum Nyíregyháza. Hollósi László együttese a 8-at döntő első mérkőzésén az elmúlt év végén lépett pályára a francia listavezető Mulhouse otthonában, ahol 3-1-es vereséget szenvedtek a nyíregyháziak. A visszavágó szerdán rendezik a Continental Arénában. Ha őszintén beszélünk a mérkőzésről, nem mi vagyunk a mérkőzés esélyesei, de a sporttörténelemben már sokszor megtörtént az, hogy sikerült a papírformát felborítani. Igazából semmi terhet nem akarok a lányokra helyezni. Mindenképp egy jó mérkőzést, egy közönségszórakoztató mérkőzést szeretnénk játszani. Az egy külön öröm számomra, hogy a Fatum Nyíregyháza csapata úgy látszik már kezd fölzárkozni a nemzetközi szinthez, és a középmezőnnyel föl tudjuk venni a versenyt, ugye ennek a gyümölcse, hogy meg tudtuk verni a Düdingen, illetve az első mérkőzésen is kifejezetten szoros mérkőzés sikerült játszani a Mulhouse-a. Azt látni kell, hogy azért a Mulhouse a francia bajnokság egyik top csapata, úgyhogy jó játékosok alkotják a csapatot. De nem lennénk sportemberek, hanem azzal az elképzeléssel és elhatározással mennénk, hogy nyerni szeretnénk, aztán majd meglátjuk, hogy a jó Isten mit ad hozzá. A nyíregyháziakra a következő hetekben több fontos bajnoki és kupamérkőzés vár. A játékos keretben történt egy változás, Oliveira meg is távozott, helyére az amerikai Allison Mayfield érkezett a csapathoz. Januárban elég bőséges munkával teltek a napjaink. Felkészülési mérkőzésre utaztunk Lengyelországba, és ott is nagyon hasznos mérkőzéseket játszottunk, illetve az eddigi mérkőzéseket, a Újpest elleni bajnokit, illetve a Szombathely elleni bajnoki mérkőzést is arra használtuk, hogy próbáljuk az új játékost, Allison Mayfieldet, illetve a többi játékost is minél jobban összecsiszolni, és a legjobb feltételek mellett a leghasznosabban fölkészülni. A elsődleges cél most a kupa döntőbe kerülése, és utána minél jobban pozícionálni magunkat a bajnoki döntőre. Visszatérve a CEF kupa mérkőzéshez, a találkozó szerdán 18 órakor kezdődik a Continental Arénában. 3-0-ás vagy 3-1-es nyíregyházi győzelem esetén aranyjátszma dönt a továbbjutásról, minden más eredménynél a Mulhouse jut a legjobb 8 közé. 26 intézmény, 130 versenyzője állt rajtkőre Nyírbátorban az első és második korcsoportos úszó diákolimpia megyei döntőjében. A versenyszámok győztesei bejutottak a márciusi győri országos döntőbe.
Alsó tagozatos általános iskolás gyerekektől volt hangos szombat délelőtt a nyírbátori úszoda, a létesítmény adott otthont ugyanis az első és második korcsoportos úszódiák olimpia megyei döntőjének. A házi versenyeket követően 26 intézmény 130 fiatal úszója állt rajtkőre, hogy gyors, hát és mellúszásban összemérje tudását. 2011 évben kialakítottunk egy olyan úszó versenysorozatot, amelynek az a neve, hogy Szabors Tour. Ez már a 8. évét kezd ebben az évben. Ennek a hatására megkétszeröződött a gyerekeknek a létszáma, hiszen nagyon sokan szeretnek úszni, nagyon sokan szeretik ezt a sportágat. Nagyon sok helyen van, megyében most már úszoda. Hál' Istennek egyre többen vagyunk. A Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület elnöke szerint fontos, hogy egyre több helyszínen tudnak úszást oktatni és versenyeket rendezni. Biztos vagyok, hogy a lehetőségek bővülésével egyre több gyerek juthat el majd, hogy kipróbálja magát az úszás sportágban is, és ezáltal egyre többen fogják megszeretni magát az úszást is. Ezek az intézmények, akár a felújított, akár az újonnan épült intézmények mind-mind olyan színvonalon nyújtanak majd lehetőséget az úszás elsajátítására, amely azt hiszem, hogy minden lehetőséget megteremt majd arra, hogy akár diákolimpikonként, és később akár majd olimpikonként is büszkék lehessünk ezekre a gyerekekre. A legnépesebb csapattal a nyíregyházi aranydíjasek képviseltette magát a megyei döntőn. A hagyományokhoz híven az aranydíjasek nagy létszámú csapat, 42 gyereket neveztünk, azért két számba több mint 90 rajta fogunk indulni. Első korcsoportban 2010 és fiatalabbakkal, 22 gyerekkel, és a második korcsoportban is 20 kisgyerek indult tőlünk. Nagyon szeretnénk az országos döntőre kijutni minél több számban. Hát azt nem tudjuk, hogy a másik többi iskolában milyen felkészültséggel hogy álltak hozzá a gyerekek. Én nagyon bízom, hogy legalább 3-4 versenyszámban, illetve a váltóban sikerül országos döntőre jutni, tehát nyerni. A megyei döntő aranyérmesei bejutottak a március közepén esedékes győri országos fináléba. A hétvégén a 3., 4., valamint az 5., 6. korcsoportos úszók állnak majd rajtkőre Máté Szalkán. Fucsovics Márton Babos Tímeával az oldalán búcsúzott az Australian Open vegyes páros küzdelmeitől. A magyar kettős 47 perc alatt szenvedett 6-3-6-2-es vereséget a második helyen kiemelt Melihar Suárez amerikai-ausztrál duótól. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Pár nap alatt több mint kétharmadával nőtt az influenzás megbetegedések száma, megkezdődött az influenza járvány. Az ország több kórházában rendeltek el részleges vagy teljes látogatási tilalmat. Az orvosok szerint még nem késő beadatni a védőoltást, de arra is figyelmeztetnek, hogy még a védettség megszerzése előtt kialakulhat a betegség. Elsősorban a gyermekek és az idősek, valamint a krónikus betegek a legveszélyeztetettebbek, de egy egészséges felnőttnél is súlyos szövődményekkel járhat az influenza. 5,8 milliárd forintra pályázhatnak a házi orvosi praxisok és praxis közösségek a három generációval az egészségért elnevezésű programnak köszönhetően. A célok között szerepel a hatékonyabb feladatellátás és a prevenció is. Elsődleges célja a programnak, hogy a népbetegségek okát felmérje és megelőzze. Hazánkban ilyen például az elhízás, a cukorbetegség és a tüdőrák. Több mint egy évvel ezelőtt indította el a Minden Gyermek Lakjon Jól Alapítvány a digitális felzárkóztatást 6 pilot iskolában. A kezdeményezés célja, hogy a leghátrányosabb helyzetű települések lakói digitálisan felzárkózzanak a szerencsésebb körülmények között élőkhöz. Ehhez olyan digitális eszközöket kapnak az oktatási intézmények, mint a 3D nyomtató, drón vagy a játékos angoltanulást is lehetővé tévő robot. Ezek mellett pedig laptopokat és tableteket adnak a gyerekeknek, amelyeket hazavihetnek és otthon szabad idejükben is gyakorolhatnak. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták január 22-én kedden. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Túlnyomóan borult lesz az ég. Egyre több felé várható napközben gyengébb, hajnalban már erősebb intenzitású havazás, hószálingózás.
az északkeleti szél helyenként megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -4 fok körül alakul. Szerdán a késő délutáni órákig többfelé várható váltakozó intenzitású havazás. Az északkeleti szél helyenként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet -1 fok körül alakul. A következő napokban gyakran követik egymást a nedves léghullámok, változékony időben lesz részünk. Csütörtökön kezdetben főként nyugaton, majd délután és pénteken már többfelé várható havazás, de elsősorban délkeleten, csütörtökön másutt is, vegyes halmazállapotú csapadék is lehet. Szombaton nyugat felől csökken a felhőzet, és inkább csak a délkeleti megyékben fordulhat elő kisebb havazás, hószálingózás. A hőmérséklet jelentősen nem változik.